Az energiaárak jelenleg világszerte teljesen kiszámíthatatlanok. Például az áram ára az elmúlt év során többszörösére nőtt, ami a magánszemélyek mellett a vállalatok számára is jelentős kockázatot és bizonytalanságot jelent. Mit tehet ennek kivédésére egy nagyvállalat? És milyen hatása van a kockázatok mérséklésére használt eszköznek a pénzügyi beszámoló számaira? Alapvetően többféle stratégia és megoldás létezik a pénzügyi kockázatok kezelésére. Ennek keretében a vállalatok akár olyan banki termékeket is köthetnek, mint a forward ügylet, ami segítségével a jövőbeni energiabeszerzés árát rögzítheti, ezzel kivédve a jövőbeni árváltozás kockázatát. Ez csupán egy kiragadott példa a lehetőségek közül, amit érdemes végig gondolni annak érdekében, hogy a pénzügyi kockázatainkat mérsékelni tudjuk. Tudni kell, hogy az ilyen és ehhez hasonló banki termékek jelentősen befolyásolhatják az adott évi számviteli eredményt, mivel számviteli hatásuk jellemzően hamarabb megjelenhet, mint az általuk fedezett alaptranszakció hatása. Így ilyenek megkötése előtt érdemes végig gondolni azok pénzügyi beszámolóra gyakorolt esetleges következményeit.